Következő rész alcíme: Teremtők Ázsiában, az álomidőkben. Az itt látható kép az úgynevezett márvány idol kőfej, amely a század előn került elő görögországi ásatások során. Mind látható, a kőfej vonatkozásában, a koponyára vonatkozóan ugyanazokat a jellegzetességek kerültek megfogalmazásra, illetve kifaragásra, mint amelyeket az előzőekben már megismerhettünk. A márvány idol korát mintegy 4-5 ezer évben határozta meg a tudomány. Az itt látható kőszobor a Bagdadi Régészeti Múzeum tulajdonát képezi. E szobor vonatkozásában jól értelmezhető mindaz az anatómiai eltérés és mindazon összefüggés, amelyeket az előzőekben elmondtam. A hengeres jellegű koponya, a mongoloid szemrés, a széles száj és a koponyával megegyező azonos szélességű arc. És mindaz a különlegesség, amely végeredményben az emberi anatómiának nem jellemzői. A következő rész alcíme: Teremtő Istenek Afrikában az ősidőben. Ez a kép az egyiptológiából, az archaikus egyiptológiából maradt fenn a kultúrtörténetben, mintegy 5500 év távlatából. A kőszobor valószínűen az első Isten fáraók egyikét ábrázolja, akinek anatómiájában, mint látható, rendkívüli eltérés mutatkozik a koponya vonatkozásában. Mindazon jegyek felfedezhetőek rajta, melyek az előzőekben az olmék kultúra hivatkozásánál elmondásra kerültek. A képen negyedik Amenofisz, Echnaton fáraó látható. A kőszobor vonatkozásában ugyanazok az anatómiai jegyek állapíthatók meg az arc és az agykoponya vonatkozásában, mint amelyek ismertetésre kerültek az előzőekben, különös tekintettel a szem vonatkozásában. A következő rész alcíme: Teremtő Istenek az észak-amerikai kontinensen. A Colorado hegységhez tartozó Lópatkó kanyon sok sziklarajzot rejt magában. A sziklarajzok csoportokra tagolódnak, és mindegyik csoportot egy sziklába mélyített háromszög keretez, utalva a jelölt lények isteni mi voltára. Ez a kép a Lópatkó kanyon egyik és jellegzetes, már közismert Isten ábrázolásai közé tartozik. A csoportokra tagolódó sziklarajzok kivétel nélkül óriási lényeket jelölnek. Nagyságuk 3 és 5 méter között váltakozó, és ami a feltűnő e sziklarajzok vonatkozásában, hogy az ábrázolt óriási lényeknek a lába nem került jelölésre. Így egy közvetlen utalást kapunk a repülés, illetve a lebegés állapotára. Tehát embertől eltérő utalás. Ez a kép is a sziklarajzok egyik csoportját mutatja. Látható némely óriási lény vonatkozásában, hogy a fej körül fényaura került jelölése, amely, mint tudjuk, szintén nem az emberi hivatkozások közé tartozik. Kizárólagosan
az isteni mi voltra utal. Ez a sziklarajz is az előzőekhöz tartozik, mint egy újabb különálló csoport. Kitűnően érzékelhető, hogy az óriási lények ábrázolását, csoportját a falba mélyített háromszög keretezi. Az alaszkai indiánok évezeredek óta totemoszlopokat állítanak az általuk mélyen tisztelt, teremtő, mennydörgő, repülő istenek tiszteletére. Ez a kép az egyik indián falu körzetében látható, mint felállított totemoszlopok. A totemoszlopok mellett minden esetben érdekes a teremtőkre történő utalás is található. A kép jobb oldalán egy hosszú koponyájú, mongoloid, széles szájú lény fafaragványa látható, fekete festékkel díszítve, a szem és a száj fehérre kialakítva. A hosszú fejű lény, úgymond szája alatt, egy emberi arc kerül kialakításra. A két ábrázolásnak együttes megjelenése minden bizonnyal az ember megteremtésére utal, mivel alárendeltség viszony látható a két ábrázolás vonatkozásában. Mind a későbbiekben látni fogjuk, a teremtőkre utaló fafaragvány, amely itt jobbról látható, és a hosszú fejű teremtő lény és az emberi arc ábrázolásának egyként való jelölésére való utalást meg fogjuk találni az aszték naptárkő képes hivatkozásai között is. Ugyanilyen teremtő istenek Közép-Amerika területén. Erre vonatkozó ismertetőt e filmblokk elején láthatta a néző, mint alapviszonyítási témakört. Következik a teremtő istenek jelenléte dél-amerikai kontinens vonatkozásában az archaikus időben. Dél-amerikai Kolumbia területén található a sűrű dzsungellel borított úgynevezett Puraké Nemzeti Park. A nemzeti park területén ismeretlen kultúra nyomai találták meg század előn. A dzsungellel borított területen több mint 500 ismeretlen kőszobor található. Közülük az itt bemutatott kőszobor, amely mintegy 3 méter magas, ugyanazokat az jellegzetességeket hordozza, mint amelyeket a hosszú fejű, mongoloid szemű és széles szájú teremtő istenekkel kapcsolatban említettem. A San Agustino kultúrához tartozó szobrok korát a tudomány mintegy 3-5 ezer év közé datálja. Az itt látható 4 méter magas, kőből kifaragott kőfej az inka civilizációt megelőző időből az úgynevezett Chavín de Huántári kultúrából maradt fenn a kultúrtörténetben. A nevezett helyen, Romvárosban, Chavín de Huántárban, annak középpontjában a templom alatt kialakított labirintus rendszer középpontjában található ez a kőfej, amelynek jellegzetességei megegyeznek az előzőekben elmondottakkal, a hosszú koponya, a mongoloid szem és a nagyon széles száj. Ez szobor vonatkozásában, szobor fej vonatkozásában említést érdemel, hogy a neve Lánzsa, a
kőfaragvány, a kőfej, fejformája hegyes csúcsba végződik, amely az égre mutat. Ennek révén nyerte el az úgynevezett Lanja elnevezést. Dél-Amerika déli területein, területéhez tartozó Atacama sivatagban, a Sierra Unitas magányos hegy környezetében található a képen ábrázolt szárnyas, hosszú fejű lény, mint egy 200 méteres kontúrja. E páratlan, a teremtőktől visszahagyott üzenet történetét a dokumentumfilm elején ismertettem. Az atakamai sivatag felületében úgymond kialakított szárnyas lény kora mintegy 5 és 10 ezer év közé datálható. A következő rész alcíme Teremtő Istenek az álomidőkben Ausztrália területén. A képen látható fából faragott maszk Ausztrália őslakóinak néphagyományaiba engedt betekintést. Mint látható, a néphagyományok alapján fennmaradt Isten teremtő ábrázolás került jelölésre a maszk megfogalmazásában. Mindazon anatómiai jegyek láthatók rajt, mint amelyek az előzőekben elmondásra kerültek. Ez a kép az egyik új-zélandi falu vendégházának belsejét mutatja. Mint látható, a falnál, mint egy 3 méter magas, egymás mellett elhelyezett faszobrok kerültek elhelyezésre. A faszobrok fejének vonatkozásában ugyanazok az információk köszönnek vissza a néző számára, mint amelyek az előzőekben ismertetésre kerültek. A mongoloid szem, hosszú fej és a nagyon széles szájra történő utalás. A kép előterében fekete fából faragott, hosszú fejű, mongoloid szemű lény látható, aki kezeivel, mindkét kezével az isteni hármasságra utal. A meredek homlok felületén fény aurára történő utalás látható, mint a kreativitás, a gondolkodás szimbolikus jelölése. Ez a kép Új-Guinea egyik tengerparti falujának a teremtők tiszteletére rendezett ünnepség egyik mozzanatában enged betekintést. Az Új-Guineán élő népcsoportok hagyományai és mitológiája szerint az ősidőkben a teremtő istenek tengerpartra leszálltak az égből. Ennek a mozzanatát, ennek a történetét ábrázolja a kép, és a férfiak tisztelettel és ünnepélyes keretek között a tengerpartról a faluba kísérik az óriási termetű teremtő lényeket. A kép tanúsága szerint, amely sok-sok évezredes hagyományokra építkezik, és pontos információk alapján, változatlan információk alapján, látható, hogy a teremtő lények rendkívül magasak és messze kiemelkednek a férfiak csoportjából. Ez egy közvetett utalás a teremtők testmagasságára vonatkozóan, amelyet hitelt érdemlőnek kell elfogadnunk, mivel a néphagyományok pontosan és változatlanul kerülnek továbbadásra az utókornak.
A következő történet alcíme: Teremtő Istenek a csendes óceán szigetvilágában, az álomidőkben. A képen Új-Kaledónia szigetcsoport néphagyományait, illetve az ahhoz kötődő népszokásokat ábrázolja. A benszülött férfi a teremtők tiszteletére rendezett ünnepségre készülve kifaragja az emlékeik alapján fennmaradt információkat, rögzítette az óriási maszkon, amelyeket a férfiak az ünnepség ideje alatt magukra öltenek. A szobor vonatkozásában, a maszk vonatkozásában láthatók azok a jellegzetességek, amelyek az előzőekben elmondásra kerültek. Ez a kép eredetie szintén az új-kaledóniai szigetvilág néphagyományait örökítette meg a kultúrtörténet számára. A teremtők emlékére rendezett ünnepségeken fafaragásokkal emlékeznek meg az istenekről. A képen, mint látható, ez a fafaragás, ez a faszobor kitűnő példája mindannak, amelyeket az előzőekben elmondtam a hosszú fejű teremtő istenekkel kapcsolatban. Ezen a képen is jól értelmezhető a hatalmas boltozatos koponya, a mongoloid felfelé ívelő szem és a széles száj, a fejjel, a koponyával megegyező széles arc. Ezen túlmenően más fontos információ is található e szobor vonatkozásában. A koponya és a homlok találkozásánál egyértelműen jelölésre került az istenek jelképe, az isteni hármasságra utaló jel, a háromszög. Jelezve az isteni értékrendhez tartozó viszony és az isteni értékrend jelölését. Az itt bemutatott kép a csendes óceáni Salamon szigetekhez tartozó Vadalkanál sziget istenekre utaló teremtékre hivatkozó szobor ábrázolások közé tartozik. Mint látható, stilizált formába mindaz az anatómiai eltérés ábrázolásra került a faszobor vonatkozásában, mint amelyeket az előzőekben már megismerkedhettünk. A hosszú megnyúlt koponya, a meredeken emelkedő homlokfal, a hosszú mongoloid szemrés és a nagyon széles szájra történő utalás. A csendes óceáni Hawaii szigeteken élő polinéz népközösség pontosan ugyanúgy ábrázolja a teremtőket, a teremtő isteneket, mind amelyeket az előzőekben már megismerkedhettünk. Az itt látható kép eredetie a Hawaii szigetek nagy szigetén kialakított nemzeti parkban felállított teremtőkre utaló Isten ábrázolások sorába tartozik. A szobrok vonatkozásában mindaz a jegy felfedezhető a koponyára, a szemre, a szájra vonatkozóan, mint amelyeket az előzőekben elmondásra került. Tisztelt néző, összességében azt lehet mondani, hogy ez volt az a sokadik bizonyíték, amely arra utalt, hogy embertől eltérő lények, a teremtők részesei voltak az emberi történelemnek évezeredekre, sőt évtizedekre visszamenően a Föld és a jelenlegi civilizáció eseményeiben, és visszahagytak magukról számtalan csodálatos üzenetet és információt az utókor számára, amelyeknek hivatkozásai megtalálhatók a Föld öt kontinensén és a Csendes-óceán szigetvilágában egyaránt. És mindezen hivatkozások kivétel nélkül jelen vannak a földi kultúrtörténetben.
konkrét bizonyítékok a hosszú fejű teremtők létezése mellett. Ezen a képen a néző egy közel 2000 éves, a maja kultúrából fennmaradt fali képet lát. A képen az Isten papnak kiválasztott fiúgyermek koponyáját az itt látható módon torzították, hogy a gyermek koponyája megnyúljon és hasonlítson a maják által is ismert és tisztelt hosszúfejű isteni lényekre. A torzítás eredményeként a gyermek koponyájának homlokfala hátrafelé erősen megdőlt. A maja és az azt megelőző ősi kultúrák nem tudhatták, hogy a teremtő lények hosszú hengeres koponyája és a meredek homlokfal genetikailag determinált tényező. Az elmondott hagyomány alapján néhány torzított koponyát birtokol a kultúrtörténet, melyek több ezer évesek és az akkori időkben vezetőnek számító istenpapok koponyája volt. Tehát, mint látható a képről, a torzított koponyák hagyománya az archaikus kultúrákban az istenekre, teremtőkre történő hasonlatosság szándékából ered. A maja falikép tehát közvetett utalásként értékelhető a teremtő lények embertől eltérő anatómiai tulajdonságaira vonatkozóan. Az itt látható emberi szülőktől származó vezető istenpap torzított koponyája a perui régészeti múzeum birtokában van. A koponya vonatkozásában kitűnően látszik azok a jellegzetességek, mint amelyeket az előzőekben elmondtam. A szándék a torzítás vonatkozásában az istenekre történő hasonlatosság volt. Az itt látható lelet a földi kultúrában az egyetlen és páratlan koponya, amelynek anatómiai vonatkozásai eltérnek az emberi koponya jellegzetességeitől, és a koponyán látható összefüggések teljes mértékben megegyeznek az előzőekben felsorolt kultúrtörténeti hivatkozásokkal. Mint látható, e rendkívüli lelet vonatkozásában az agykoponya mérete óriási, mintegy 20-23 cm magas, felfelé megnyúlt jelleget mutat. A jelzett nagysághoz kapcsolódik a koponyával egyező széles arckoponya, amelyről, mint látható, hiányzik az állkapocs. A szemüreg mongoloid jellegű. Ez sem tekinthető véletlennek. A bemutatott koponya jellemzőivel ismerkedhetett meg a néző szélesebb történelmi skálán a teremtőkről elmondott ismertető filmben. Tehát úgy tűnik, hogy az itt látható koponya tulajdonosa embertől eltérő anatómiai és genetikai tulajdonságokkal rendelkezett. Ez a koponya is a perui régészeti múzeum tulajdonát képezi. Ne feledjük, hogy az embertől eltérő első anatómiai eltérést az óriási szemek vonatkozásában az úgynevezett ufonauta humanoidok vonatkozásában ismertettem. A film második fejezete bemutatta az embertől eltérő második anatómiai eltérést a teremtőkre jellemző óriási és hosszú koponyák tényanyagát. Mivel a bemutatott kultúrtörténeti hivatkozások és az utóbbi látható embertől eltérő koponya tény, mindezekből le kell vonni a logikus végkövetkeztetéseket. Nevezetesen azt a tényt,
hogy a világegyetemben sejthető és létező élet lehetőségét nem a távoli világegyetembe kell keresni, mivel az embertől eltérő élet bizonyítékai a Földön találhatók, mind a teremtők részéről évtizedek óta visszahagyott üzenetek sora, melyeket megőrzött a kultúrtörténet. Az előzőekben hivatkozott összefüggések oka és annak megértése lényegében nem túl bonyolult. Nevezetesen az, hogy a környező világegyetemben valakik előbb léteztek, mint a Földön kialakult civilizáció. A létezés előbbi mi voltából eredően valakik évtizedek távlatában az összegezett tudásukból eredően megoldották a távoli űrutazás hosszú távú problematikáját. Erre utal például az atakamai óriás körül látható és visszahagyott rendkívüli üzenetek sora. Ennek révén ők előbb érkeztek a naprendszerbe és a Földre, mint azt a tudományos világ gondolná vagy sejtené. A Föld számos helyén visszahagyott a világegyetemre utaló üzenetekből a jelenlegi tudománynak fel kell ismernie, hogy az ember nem az egyetlen és főleg nem az első differenciált gondolkodással megáldott humanoid lény a világegyetemben. A jelzett világegyetemi lények és a jelenlegi földi civilizáció között felfoghatatlanul nagy minden tekintetben a különbség. A nevezett óriási tudásszint különbség nyilvánul meg e században érzékelt, de meg nem értett úgynevezett UFO jelenségek hátterében. A tudásbéli különbség oly nagy e világegyetemi lények vonatkozásában, hogy az emberi civilizációnak velük kapcsolatban a meg nem értés konstatálását kell elkönyvelnie. Az említett és felfoghatatlan tudásbéli szintkülönbségből fakadóan magas szintű teremtési folyamatokat indítottak el a Földön. A mesterséges evolúció lehetőségét különös tekintettel az ember megteremtésével kapcsolatban. Ennek révén a filmben bemutatott különleges anatómiával rendelkező lényekben tisztelhetjük a teremtőket, akik időközben a Földön létrejött kultúrák és civilizációk számára a rendkívüli tudásukból eredően a teremtő istenekké váltak. Végeredményben az itt vázolt összefüggések nyilvánulnak meg az úgynevezett UFO kérdés hátterében. Következik a dokumentumfilm harmadik fejezete, melynek címe embertől eltérő négy új anatómiai valósága isteni lények vonatkozásába és az említett összefüggés kultúrtörténeti bizonyítékai. A négy újra történő hivatkozások a teremtőkkel kapcsolatban. Ez a kép a szaharai Tassili-Niger hegység sziklarajzai közül való. Űrsisakban és űrruhába öltözött lényt ábrázol, mint egy 7-9 ezer év távlatából. Mint látható, a sziklarajz alsó részén a humanoid lény vonatkozásában a kézen, balról, négy új került jelölésre, illetve hivatkozásra. A négy újra történő hivatkozások a teremtőkkel kapcsolatban Alaszkában. Az előzőekben látott totemoszlopok mellett alaszkai fafaragványok, indiánok részéről, az totemoszlopok mellett felállított hosszú fejű mennydörgő isten vonatkozásában
Az indián fafaragó művész itt a képen, mint látható, négy új hivatkozását faragja ki. Az itt látható sziklarajz, mint egy 4000 éves, és az Egyesült Államok beli Utah államot is érintő sziklás hegységben találták. Mint látható, két négyújú kéz került megörökítése a sziklarajzon, és a két tenyér lenyomat egyéb információkat is hordoz. A tenyér lenyomatok vonalai hosszirányúak, ellentétben az emberi tenyér lenyomattal, melynek életvonalai kereszt és haránt irányúak. Ennél a hivatkozásnál meg kell említeni, hogy a két négyújú tenyér lenyomat mellett a sziklafalon három félgömbszerű fizikai test rajzolata látható, melyet bemutattam a dokumentumfilm első fejezetében. Ez a kép a mintegy 4 méter magas azték naptárkőt ábrázolja, amely a Mexikói Régészeti Múzeum birtokában van. Az azték naptárkőn a kezdetektől úgymond a napjainkig bezárólag meg van fogalmazva az emberiség története, a teremtés történet. Ugyanazok az információk szerepelnek rajta, képes, jelképes szimbólumokkal, mint amelyet a Biblia története mond el számunkra. Az azték naptárkőn úgymond 6 óránál lent két hosszú fejű isteni lény került jelölésre konkrét formába, és jelképekkel még 14 istenekre történő hivatkozás található rajta, tehát ebben az információban is megtalálható a 16 teremtő lényre történő utalás, mint amelyet az Olmék 16 miniatűr szobrocska esetében láttunk. Az azték naptárkő alsó részén, úgymond 6 óránál a következő látható. Apró pontszerű, gyöngyszerű pontokból két hosszú fejű, domború homlokú lény került jelölésre. A két hosszú fejű isteni lény koponyája alatt egymással szembe két emberi arc látható jobbról, egy úgymond sasorú, széles szájú ábrázolás, amely indián típusú embert jelöl balról, egy keskeny szájú, szakállas, fehér ember típust jelölő ábra, emberábrázolás került jelölésre. A kép bal sarkában lent kézfej látható, amely ilyen négy új valóságára történik a hivatkozás. Nem tekinthető véletlennek, mivel az azték naptárkőn kivétel nélkül minden hivatkozás és minden információ hitelt érdemlőnek kell tekintenünk a kora, a tudomány ismereteinek birtokába, mint egy 2000 éves. A kép jobb sarkában, lent, jobbról, a kézfejen szintén négy újra történik a hivatkozás. Az előzőekben elmondott információ az azték naptárkő vonatkozásában közelebbről a jobb értelmezhetőség érdekében. Balról lent kitűnően értelmezhető és jól látható a négy újra történő hivatkozás a kézfej vonatkozásában. Következik a négy újra történő hivatkozások a dél-amerikai kontinensen. A képen Kolumbia területén kialakított úgynevezett Puraki Nemzeti Parkban található sok-sok ismeretlen szobrok közül az egyiket mutatja a sűrű dzsungellal borított területen. A szobor vonatkozásában kitűnően látszik,
a kéz vonatkozásában a négy újra történő hivatkozás. A szobor valószínűen a századunkban ufonauta szóval jelölt lényt ábrázol, erre utal az óriási szemek jelölése. A szobor stilizált, egyszerű vonalvezetésű, mindennek ellenére a test kicsiny volta, és az óriási fej és az óriási szemek az értelmezés jogán arra engednek következtetni, hogy egyszerű formában, de egy olyan lény került ábrázolásra, mint akiket e század ufonauta szóval illet. A képe az itt látható hivatkozás Peru északi részén található Titicaca tó körzetében létezett több ezer évvel ezelőtt az úgynevezett Tiahuanacoi vagy Tiahuanacoi kultúrához tartozó szobrot ábrázol. A szobor vonatkozásában szintén négy új került jelölésre, ezt fogja mutatni a következő hivatkozás. Ez a kép a mintegy 4 méter magas előző kép és szobor alsó egyharmad részét ábrázolja. Mint látható, a szobor oldalán a kar, illetve a kézfej négy új ábrázolásában végződik. Az előző hivatkozás közelebbről, mint látható, a kézről a szobor testre vetődő árnyék is kitűnően mutatja a négy új ábrázolását e szobor vonatkozásában. A néző a képen a Tiahuanacoi kultúrához tartozó közismert, mint egy 17 tonnás, egy tömbből kifaragott napkaput látja. A napkapu felső részén háromszoros hivatkozás mellett három sorban 16 egyelőre méretezett és egyelőre kialakított szárnyas repülő lényre történik a hivatkozás. Középen a dombormű a teremtő istenek képviselőit, Virakócsa istent jelöli. Az itt látható napkapu a harmadik kultúrtörténeti hivatkozás arra vonatkozóan, hogy valamikor 16 teremtő lény érkezett a Földre. Mint az előzőekben említettem, mindegyik sorban 16 egyenlő lény került jelölésre, háromszor megismételve, hogy ne lehessen véletlennek tekinteni. Az előzőekben bemutatott napkapun kialakított dombormű közelebbről. Az ábrázolt lény mindkét kezében a teremtés egyik jelképe, az életfa látható, a kéz vonatkozásában mindkét kézen négy újra történik a hivatkozás. A képen a napkapu felületén kialakított, egyenlő nagyságúra méretezett 16 szárnyas lény egyikét látják. A szárnyas lény jobb kezében, balról, szintén a teremtésre utaló életfát tartja kezében. És, mint látható, ez a kéz, amely az életfát tartja, négy ujjal került jelölésre. A képen a Nazca fennsíkon található óriási majomábra kontúr vonalai láthatók. A majom ábrának mindkét kézen, mint látható, eltérő számú ujjak kerültek jelölésre. 4 és 5 új. A két kéz nem a testből, hanem a fejből lép ki, és kör alakot képez.
ezen a jelzésen keresztül utalva a szellemiségre, a kreativitásra és az ember megteremtésére. A majom, mint látható a képen, a majom farka körkörös, spirális formába került kialakításra, közvetett módon utalva a világegyetemi kapcsolatra és egy stilizált galaxis formájára. Ezen ábrázolást azon lények hagyták vissza üzenetként a Nazca fensíkon, akik az elmúlt évezeredekben a Nazca fensíkon kialakították az óriási ábrákat. Az itt látható stilizált rajz az előzőekben ismertetett majom ábra összefüggéseit mutatja jobb értelmezhetőség érdekében. Az itt látható stilizált rajz a Nazca fensíkon található, mint egy 80 méteres nagyságú madár ábrát jelöli. Mint látható, e madárnak kivételes tulajdonságai vannak. Két kéz került jelölésre, és mind a két kézen négy újra történik a hivatkozás. Tehát ezen ábrán keresztül és ezen kultúrtörténeti hivatkozás vonatkozásában a sokadik utalást találjuk az embertől eltérő isteni lényekre való utalásként. Az itt látható hivatkozás a Nazca fensíkon kialakított óriási ábrákról készült rajzos táblót mutatja. A Nazca fensík ábráinak rendkívüli érdekessége, hogy egyetlen vonalvezetéssel kerültek kialakításra. Egy belépőpontjuk és egy úgymond kilépőpontjuk van. A nyíl jelöli a be- és kilépés pontjait. Ez csak akkor lehetséges, ha felülről vezérelt formában kerültek kialakításra, mert földi szemszögből tekintve az ábrák nem adtak volna követhető irányvonalat az ábrák kialakítására. A képen látható kutya ábra vonatkozásában a lábakon, a végtagokon három és négy új jelölése látható. A hal az isteni szimbólumok és jelképek sorába tartozó hivatkozás, és egy óriási hal fejéből egy nagyfejű, nagyszemű lény, mint egy kipattan, utalva azon lényekre, akik a teremtők segítői, és a század ufonautaként ismert meg, és arra is utalva, hogy ezen lények mesterséges úton a kreativitás, a gondolkodás, az összekezett tudomány eredményeként teremtődtek. Ezt jelöli a fejből kipattanó ábrázolás. És az embertől eltérő négy újra történő hivatkozások Ausztráliában. A képi hivatkozás az ausztráliai Nurlegend melletti nemzeti parkban található. A kép középpontjában egy nagyfejű, nagyszemű lény furcsa rajzolata látható, ebből fakadóan valószínűen az úgynevezett ufonauta humanoidokra történik a rajzon keresztül az utalás. E lénynek a bordázata szintén eltér az emberi anatómiától, mivel több bordára történik a hivatkozás, mint amely az emberi testet képezi. Balra fent a kézen négy új került jelölésre. Mint látható, a lábfején szintén négy újra történik a hivatkozás. Egy újabb ősi ausztrál sziklarajz.
A karjait feltűnő formába tartó lény kezein, mint látható, mindkét esetben 4-4 újra történik a hivatkozás. Annak érdekében, hogy az eseményt, a hivatkozást ne lehessen véletlennek tekinteni, ezért mind a két kézen külön-külön ábrázolásra került a 4 újra történő utalás. Az embertől eltérő harmadik anatómiai eltérés igazolására és a témakör befejezéseként még egy ausztrál sziklarajzot mutatok be a nézőnek. A képen Darwin város melletti Kakadu parkban található sziklarajz látható, amelyen szkafanderban, űrruhában öltözött két lény látható. Az előtérben lévő lény kezén kitűnően ábrázolásra került, egyértelműen a 4 újra történő utalás. És a kép másik csodálatos üzenete, a háttérben lévő lény feje felett ott látható, mint egy 10 000 év távlatából az úgynevezett UFO-ra, pontosabban szólva a csésze ajra történő hivatkozás. Ezen túlmenően még el kell mondani, hogy mindazon sziklarajzok az emberi kultúrtörténetben, amelyek űrsisakra és szkafanderra utalnak, önmagukba is kitűnő bizonyítékai annak, az anatómiai eltéréseken túl, hogy a Földön valamikor az ősidőkben olyan lények tartózkodtak, akik védekezésként a földi légkör és a földi légkör fizikai jellemzői ellen védekezésként űrruhát és űrsisakot hordtak. Gondoljunk arra, hogy amikor az amerikai űrkutatás az első embereket elküldte a Holdra, ugyanezt tették olyan űrruhába és űrsisakba öltöztették az űrhajósokat, amely megvédte őket, az űrhajósokat a földitől lényegesen eltérő fizikai körülményektől. Végszóként azt kell mondani, hogy az eddig felsorolt hivatkozásoknak lényegében és gyakorlatilag mind nem szabadna szerepelni az emberi történelembe, a kultúrtörténeti hivatkozások között, az évezeredek távlatában, ha a Földön nem jártak volna embertől eltérő lények, akik az idők folyamán, a fejlődés folyamatában teremtőknek és isteneknek minősültek az emberi történelemben. Ez a kép közelebbről mutatja az ausztrál sziklarajz vonatkozásában a csészehaj ábrázolást. Következik a dokumentumfilm 4. fejezete, történelmi UFO esetek a 20. században. Tóhelyszín és a dátum. 1945. augusztus 6-ának hajnala, az csendes-óceáni Tinian sziget amerikai légibázis, repülő légibázis, ahol az atombombát szállító Enola Gay P-17-es repülőerőd szállt fel. A képen az Enola Gay jobb szárnyát mutatja az indulás előtti pillanatokban. A helyszínen készült dokumentumfilm a távolban, a felhők felett, jobb sarokba fent UFO-t rögzített az események idején. A képen az atombombát szállító Enola G és két kísérőjének repülését Hiroshima felé rögzítette a kamera,
a dokumentumfilm, amely dokumentumfilm a térségben állomásozó amerikai hadihajók egyikének fedélzetén készült. A film tanúsága szerint jobbra a felhőrésben és balra lent a felhők között két UFO-t rögzített a kamera. ...1969. július 16-a indul az amerikai holdprogram az Apollo 11 fellövésével. Az Apollo 11 fedélzetén Neil Armstrong, Michael Collins és Buzz Aldrin űrhajósokkal. A fellövés első pillanatában, mint látható, a dokumentumfilm a távolban, a háttérben, a felhők között egy UFO-t rögzített, balra fent. Az Apollo 11 felemelkedését követően a dokumentumfilm szintén UFO-t rögzített jobbra fent a felhők előtt. 1969. július 21-e, világidő szerint 2 óra 56 perckor Armstrong lába érinti a holdat, és elhangzik a közismert mondat, idézőjel, egy kis lépés az embernek, de óriási ugrás az emberiségnek. A képen Aldrin kiszállását mutatja a dokumentumfilm, háttérben a hold peremén Armstrong kontúrjai látható. A kép Aldrin holdra szállásának eseményét rögzítette, amikor Aldrin a létráról a holdra lép. Ezen pillanatban a sötét világegyetemi háttéren egyetlen másodperc időtartamig UFO-t rögzített a holdra kihelyezett filmkamera. Az amerikai űrhajósok kitűzik az Egyesült Államok csillagsávos lobogóját a hold felszínén. Ebben pillanatban a filmkamera szintén UFO-t rögzített a világegyetemi háttéren. Jobbra fent. Ezen eseménynél egy rendkívüli fontos összefüggést, így viszonyítási technikai vonatkozást meg kell említeni. Mégpedig a következő. Tudnunk kell, hogy az általános technikai felkészültséggel rendelkező filmkamerák világegyetemi filmezés esetén, világegyetemi háttér fényképezés esetén nem érzékelik a távoli halványfényű csillagokat. Természetesen kivételt képeznek a csillagászat által használt technikai műszerek, mivel azok sok-sok órás expozíciós idővel fényképezik, filmezik a távoli világegyetemet, és ennek révén módjuk van halványfényű csillagok, galaxisok rögzítésére. De mivel az általános technikai filmkamerák másodpercenként 25 képet készítenek, amely idő egy képre lebontva 0,4 század másodperc, és ez az idő messze nem elegendő ahhoz, hogy világegyetemi háttér filmezése esetén a csillagokat rögzíteni tudja. Tehát mindazon dokumentumfilmek, melyek a Holdon vagy a Földön készültek, és a világegyetemi hátteret filmezik, ezen eseményeknél a csillagok nem láthatók. Ha ezen a filmeken egy-egy esetben, mind a képen is látható, egy-egy fénypont került rögzítésre, nagy valószínűséggel állítható, hogy UFO-t rögzített a kamera. Ezen eseteknél a film kamerától való távolsága az UFO-t körülvevő intenzív fény foltnak és maga az UFO-nak a távolsága
50-100, adott esetben 1000 kilométer is lehet. De ilyen távolságokból is kitűnően érzékeli a filmkamera a rendkívül dinamikus és intenzív fényhatást, amely körülveszi az UFO-kat. Az itt látható film részlet, illetve kép az Apollo 14 holdra szállásának eseményeit rögzítő dokumentumanyagból került e dokumentumfilmbe. Az amerikai űrhajós, mint látható a képről, könnyedén ugrál és ismerkedik a hold mint egy egyhatodnyi gravitációjával. És ezen esemény rögzítése közben a háttérben, a világegyetemi háttérem egyetlen egy másodperc idejéig a filmkamera UFO-t rögzített. Az itt látható dokumentumrészlet a Hold autó kipróbálását rögzítette a Hold felszínén. Ezen esemény közben balra fent a világegyetemi háttéren UFO került rögzítésre. Ezen a képen a Hold autó kipróbálásának egy újabb pozíciója látható. Balra fent, a hold felszín felett, idézőjelbe szólva, ugyanezen pillanatoknál UFO-t rögzített a filmkamera. Amikor az UFO legközelebb volt a Gemini 4-hez, az itt látható kötszerű fény formában volt érzékelhető, az UFO-t övező fényaura, amely a fényaura széle többszörösen tagolt és szabdalt jelleget mutat, utalva egy dinamikus és gyorsan változó fizikai állapotra, amely fényburkot valószínűen egy rendkívülően erős pulzáló mágneses tért tart egyben. A fényaura középvonalában érzékelhető a fizikai test jelenléte, jobbról és balról a csészehaj formáció kontúrja látható. Következő filmfelvételt az Egyesült Államokban készítette egy amatőr videós, és azt a kivételés és egyetlen film eseményt rögzítette, amikor egy nagy UFO-ból egy kisebb kilép lefelé, eltávozva a föld irányába. A filmfelvétel páratlan és a maga nemében egyetlen esemény, amely rögzítette két UFO úgymond széjjelválását. A filmanyag azt is rögzíti számunkra, hogy az éjszakai égbolton jelenlévő csillagok valóban nem érzékelhetők az átlagos filmkamerák számára. Elindítom a felvételt többször megismételve. Az itt bemutatott felvételen is jól látható az UFO-t körülvevő fényaura pulzáló lüktető állapota. A dokumentumfilmen az amerikai űrhajósok egy tekintélyes nagyságú hold kőzetet vizsgálnak. E tevékenység közben a filmkamera UFO-t rögzített a világegyetemi háttéren. Az UFO a két űrhajós között fejfelett a képernyő középvonalában a világegyetemi háttéren látszik. Az érdekes, mint látni fogjuk, a kamera elmozdul jobbra, majd balra, mindennek ellenére az UFO-t jelölő fénypont változatlan állapotot képvisel a filmanyagon.
Ez azt jelenti, hogy az UFO-t jelölő fénypont nem filmanyaghibaként, nem a fényviszonyokból eredő becsillanásként, vagy a kamerán jelentkező valamilyen elváltozás eredményeként látható. Elindítom a filmet. Mint említettem, az UFO a képernyő középvonalában, a két űrhajós között, a világegyetemi háttéren érzékelhető halványon. Elindítom a felvételt, és látjuk a kamera mozgását. Ennek ellenére a fénypont jelenléte, itt látható jól, változatlan. Tehát független a Holdon történt eseményektől és a kamerától. Az itt látható Holdon készült dokumentumfilm szerint az amerikai űrhajós egy érzékelő rudat rögzít a Hold talajában. A képernyő középvonalába fent világegyetemi háttéren látható halványan az UFO jelenléte, illetve az a fénypont, amelyet UFO-ként kell értelmeznünk. A kamera, mint látni fogjuk, elmozdul felfelé, majd lefelé, mindennek ellenére az UFO-t jelölő fénypont változatlan állapotot képvisel a filmanyagon. Elindítom a filmet. Amerikai űrhajós beüti a rudat a talajba. Középpen fent érzékelhető halványan az UFO. Itt elmozdul a kamera, mindennek ellenére az UFO-t jelölő fénypont változatlan állapotot képvisel az eseményeken belül. Dokumentumot az Atlantis űrsikló készítette Costa Rica és Panama térségében. A felvételen az UFO egyetlen másodperc időtartamig mozgás közben látható. Kérem a tisztelt nézőt, hogy a képernyő jobb alsó részéhez szíveskedjék koncentrálni. Az UFO a képernyő jobb oldalától mintegy 10 cm-re, képernyő alsó felétől mintegy 15 cm magasságba, koordináta pontnál az oszladozó felhő közelében lesz látható. Elindítom a felvételt. A felvételt többször megismétlem az érzékelhetőség érdekében. Az is látható, a felvételen az is látható, hogy az UFO elhaladása után egy terjeszkedő, egyre nagyobbodó energiagömb emelkedik felfelé a világegyetem irányába. Itt látható az UFO most, és itt pedig az energiagömb, hogy emelkedik felfelé. Mint tudjuk, az űrsiklók és az Atlantis szolgálati magassága mintegy 250-300 km magasságban történik. A felhők átlagos magassága 3-5 km. És mint láttuk, az UFO a felhők között mozgott. E két tény összevetéséből kitűnik, hogy az UFO mintegy 240-250 kilométeres távolságban volt az Atlantis űrsiklótól, és mindennek ellenére a filmkamera nappali megvilágítás ellenére érzékelte az UFO-t is, és a felfelé emelkedő energiagömböt. Újból ismétlem a felvételt. Itt látható az UFO, itt az energiagömb. ...1957. Az oroszok fellövik
az első Sputnikot. A felemelkedő rakétatest mellett és a felfelé áramló füst felett látható lesz, amint jobbról a kamera látószögébe belép egy UFO. Az itt látható történelmi UFO eset eddig még nem került nyilvánosságra. Mint látni fogja a néző, a film elindítása után az UFO fent a jobb sarokban, idézőjelbe szólva, lép be a kamera látószögébe, majd a rakéta testtől balra a feláramló füstfelhőbe tűnik el. Elindítom a felvételt. Többször megismételve a jobb értelmezhetőség érdekében. Itt volt látható, kérem a tisztelt nézőt, hogy a képernyő jobb felső sarkához szíveskedjék koncentrálni. A felfelé áramló füst felett lesz látható az UFO belépése a kamera látószögébe. Most. Ismétlem a felvételt. Mind látható, a rakéta test felfelé emelkedik, viszont az UFO mozgása jobbról balra követhető a filmanyagon. Ebből következően, tehát nem filmanyag hibáról, nem a fényviszonyokból eredő becsillanásról, vagy a kamera lencsén jelentkező valamilyen jellegű problematikáról van szó, mivel az esemény, az UFO jelenség az egész történeten belül önálló történetként, jelenségként él. Elindítom a felvételt. Itt látható az UFO. Ismételve a felvétel. Az itt látható kimerevített felvételnél az UFO a rakéta testtől jobbra látható. Elindítom a felvételt. Ezen a felvételen az UFO a rakéta testtől balra látható. Elindítom a felvételt. A megismételt felvételen az is látható, hogy az UFO egyenes vonalú pályán hallad a rakéta test mellett. És végül még egyszer megismételve a bemutatott páratlan történelmi esemény. A következő dokumentumfilm az össz emberi történelem legfontosabb és legérdekesebb eseményét rögzítette. Az Apollo 8 küldetése során félre nem érthetően és a fizikai valóságtól el nem magyarázhatóan, mintegy 3 másodperc időtartamig UFO-t filmezett a holdfelszín közelébe. Az Apollo 8 legénysége készítette elő az Apollo 11 holdra szállásának lehetőségét. Legénység, az űrhajósok, Frank Borman, James Lowell és William Anders. Az Apollo 8 1968. december 25-én ért a holdhoz, majd másnap, 26-án a repülés legkritikusabb mozzanatát gyakorolták, az úgynevezett dokkolást, azaz a holdra szálló egység, a lunár modul és a parancsnoki egység közötti összekapcsolódási folyamatot. Az eseménynél a szolgálati magasságuk a hold felett 90 km volt. A dokkolást, az összekapcsolódást mind a két űrhajóból filmre rögzítették. A néző először
jelenleg a képen, a parancsnoki egységből készült dokumentumfilmből lát részletet, amint a lunár modul úgymond befordul a dokkolás lehetőségét biztosító helyzetbe. Elindítom a filmet. Mint látható, a lunár modul felveszi azt a pozíciót, ahol a létrejöhet az összekapcsolódás. Az is érzékelhető, hogy a parancsnoki egység a sebesi különbségből adódóan úgymond utoléri az előtte repülő lunár modult. Az itt látható dokumentumrész a másik űrhajóból, pontosabban a lunár modul fedélzetén készült, amint filmezi a közeledő parancsnoki egységet. Háttérben a hold felszíne látható, és mint említettem, szolgálati magasságuk 90 km. És ekkor történt az esemény. UFO lépett be a kamera látószögébe. Az UFO a képernyő bal alsó sarkánál válik láthatóvá. Majd rendkívüli sebesség mellett átrepüli a kamera által belátható térrészt a hold felszín felett, és a képernyő felső részénél lép ki a látószögből. Kérem a tisztelt nézőt, a képernyő bal alsó sarkához szíveskedjék koncentrálni. Elindítom. Itt látható az esemény. Az eseménnyel kapcsolatban egy rendkívüli fontos hivatkozást kell megemlíteni. Mint látható, az UFO mozgása ellentétes irányú, mint a két űrhajó mozgásának iránya. Ebből fakadóan tehát az esemény, az UFO jelenléte önálló fizikai jelenségként él, úgymond, a történeten belül. Tehát nem filmhiba problematikája, nem a helyi fényviszonyokból eredő becsillanásról van szó, és nem a kamera lencsén jelentkező valamilyen elváltozásról. Tehát újra megismétlem a film dokumentumot. Lehet látni az UFO mozgását, felfelé kilép a képernyőről. Ebből következik ismételve az esemény. A film által jelölt és rögzített viszonyból érzékelhető, hogy az UFO a hold felszín közelében suhan át a felszín felett. Valószínűleg az UFO magassága valószínűsíthetően 5-10 km a hold felszín felett. Az Apollo 8 parancsnoki egység magassága, mint említettem, 90 km. Tehát az űrhajótól való távolsága minimum 60-70 kilométerre volt. Elindítom a felvételt. Távolsága a dokumentumfilm tanúsága szerint az akadémikus, konzervatív felfogással szembe létezik egy olyan konkrét fizikai állapot és valóság, amely nem a földi tudomány és technika révén jött létre, és nem a földről került a hold közelébe, amely jelenség mögött embertől független gondolkodás és technika nyilvánul meg, és amely UFO jelenség a holdra szálló Apollo programoknál észlelhető volt, beleértve az Apollo 8 küldetését is. Elindítom a filmet újból.
az eddig bemutatott összefüggésekből évtizedekig visszanyúló kultúrtörténeti bizonyítékok alapján egy teljesen új világkép körvonalai rajzolódnak ki az ember teremtésével kapcsolatban. Az összefüggések azt mutatják, hogy embernél jóval fejlettebb, világegyetemből érkező lények részéről birtokolt és gyakorolt mesterséges evolúció lehetősége biztosította az ember és a különböző embertípusok megteremtéséhez az alapot. A hivatkozott mesterséges evolúció lehetősége természetesen úgymond ráépült a Földön már létező és dinamikusan fejlődő természetes evolúcióra. Ha a természetes evolúciót egy piramishoz hasonlítjuk, akkor a mesterséges evolúció lehetősége maga a piramis csúcsa, azaz a piramidon, amely szinte megkoronázza a természetes evolúció folyamatát. Ennek kézenfekvő bizonyítéka a napjainkban közismerté vált birka klónozási eset, amely a földi tudomány eredményeként jött létre. Ha a birka klónozásában rejlő lehetőségeket a tudomány tovább fejleszti, óhatatlanul elkövetkezik az az idő, amikor az embert, mint biológiai egységet mesterséges úton létre lehet hozni. Ha a jelenlegi civilizációnak drámai és rossz irányba haladó össztevékenységből fakadóan módja lesz fennmaradni és túlélni a 20. századot, ebben az esetben az összegezett tudományos információk révén és azok eredményeként a teremtő tudás birtokában kikerülhetetlenül istenekké válnak a következő századokat képviselő emberek. Az itt vázolt összefüggések kerültek megfogalmazásra a film elején bemutatott atakamai óriás körül látható, mint egy 10 000 éves kultúrtörténeti üzenetekben. Az a civilizáció, akik az említett jelzéseket visszahagyták, az atakamai óriás körül szintén istennekké váltak, az összegezett teremtő tudásukból fakadóan. Istenekké váltak, messze a távoli időben, jóval előbb, mint azt az emberi tudás a jelenlegi civilizáció gondolná vagy sejtené. A hivatkozott lényekkel kapcsolatban, akiket a dokumentumfilm bemutatott, meg kell említeni, hogy számunkra minden tekintetben ismeretlen tudásukból fakadóan, teremtőink jogán és a teremtő tudás birtokába beleszólásuk van a jelenlegi civilizáció fejlődési irányvonalába, az emberi lény isteni válásának folyamatába. Az említett beleszólás és döntési jog fogalmazódik meg a Biblia kinyilatkoztatásaiban, az Isten és ember közötti szövetségre történő utalásban, az 5000 éves Biblia utolsó lapjain lejegyzett igazságtétel jelölésében, a 2000 éves aszték naptárkő hasonló tartalmú üzenetében, mely Krisztus után második évezered végére jósolja a drámai eseményeket, hasonlóan, mint az említett beleszólási és döntési jog fogalmazódik meg a teremtők részéről a továbbiakban, így a közel 500 éves Nostradamuszi proféciákban jelölt isteni büntetés kezdetéről az 1999. júliusában várható drámai eseményekben, valamint a 2000 éves maja proféciákban, ahol 2012-ben várható az Istenek érkezése
igazságtétele a Földön. Az itt vázolt események, a bemutatott film és a kultúrtörténeti hivatkozások összefüggéseiből és logikai vonulatából sejthető meg, hogy mi rejlik és mi determinálja, határozza meg az úgynevezett UFO kérdés hátterét. Az évezeredes dokumentumokból körvonalazódó, az eddigi akadémikus felfogástól eltérő új világkép összegeződése fogalmazódik meg a teremtéstörténet új körvonalai, öt kontinensen és az Óceániában című dokumentumfilm címében. Mivel ez a dokumentumfilm istenekről, teremtőkről, ufókról, ufonautákról szól, ezért Jézus titokzatos és különleges életútját, illetve annak vázlatos ismertetését választottam a film befejezéseként. A továbbiakban felsorolom azokat a bizonyítékokat, melyek közvetlenül vagy közvetetten utalnak arra, hogy Jézus nem a földi civilizáció küldötteként élte életét és teljesítette különleges feladatát a Földön. A képen Jézus fejét és arcát látjuk a torinói lepel információi alapján. A torinói halotti lepel felületén, melyel Jézus testét beborították, olyan különleges, negatív fénykép lenyomat maradt, amelynek végeredményben a jelenlegi tudásunk alapján nem szabadna léteznie, mivel a halotti lepel tiszta lemvászonból készült. De az amerikai NASA űrkutatási hivatal által biztosított technikával végzett vizsgálatok napjainkig nem hoztak eredményt azzal kapcsolatban, hogy a Jézus testét ábrázoló képi információ milyen módon került a lepel felületére, illetve a lenszálak korona felületére háromdimenziós formába. Tehát létezik egy látható, fogható, vizsgálható technikai bravúr, melyre jelenkorunk tudománya nem tud kielégítő választ adni. Jézus életével kapcsolatos kutatások és eredmények, melyek az utóbbi évtizedekben kerültek nyilvánosságra, azt bizonyítják, hogy Jézus a közhiedelemmel és a 2000 éves tanításokkal ellentétben nem halt meg a keresztván, csak ájult állapotba került. Jézus testét a keresztről történő levétele után elhelyezik egy sírhelynek szánt sziklabarlangba, ahonnan 3 nap múlva Jézus teste eltűnik, amely tényt Jézus feltámadásaként ismer a világ. Ezt követően a keleti országokon keresztül Indiába, illetve India északi tartományába, Kasmírba érkezik Jézus. Nevet változtat, és Júz Azaf néven éli tovább életét. Későbbiekben több mint 100 évet megélve természetes körülmények között hal meg Jézus, illetve Júz Azaf proféta Kasmír fővárosába, Srinagarban. Srinagar külvárosában található az az épület, ahol Jézus, illetve Júz Azaf el van temetve, az a sírbolt, amely Jézus hamvait őrzi. Jézus Indiába történő érkezéséről említés található
a Muhammedánok szent könyvébe, a Koránban. Több Kasmírban közismert történelmi forrás is említi, hogy Jézus nevű személy eljött a távoli Izraelből, és Júz Azaf prófétaként élte tovább életét Kasmírba, ahol Jézus különleges életútjával kapcsolatban említést található Saik al-Said, Ussadik, keleti történész, aki Krisztus után 900-as évek elején él, híres történelmi művébe, az Ikmal ud-Din című monográfiába, amelyben beszámol Jézus életútjáról Indiában a keresztrefeszítés után, valamint visszavonult életéről, amelyet Júz Azaf néven tölt Kasmírban. Az itt látható Rozabál nevű épületben található Júz Azaf, azaz Jézus temetkezési helye Srinagar óvárosának középpontjába. Az épületen található tábla ugyanezt közli az odalátogató személlyel, hogy ez a ház őrzi Júz az a proféta, azaz Izraelből érkezett Jézus holttestének maradványait. Az itt látható rozabál faszentély őrzi Jézus Krisztus sírhelyét. Az itt látható képen a faszentélyen belül található sírkőt mutatja, amely